Ma kezdődik a Vidor Fesztivál, amelyre évek óta mindig nagy az érdeklődés. Annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők mozgásukban korlátozottak esélyegyenlősége a kultúra területén is érvényre juthasson, a polgármesteri hivatal közterület felügyelete augusztus 26-ától egy héten keresztül kiemelten ellenőrzi a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolók igénybevételét. Kezdődik a Vidor Fesztivál, amely elég hosszú fesztivál lesz. Tehát a mellettünk lévő integrációt is át fogják adni, amely elsősorban a fogyatékossággal élőknek készült, illetve hát szeretnénk azt biztosítani, hogy a fesztivál ideje alatt is, akik mozgásában korlátozottak, a nekik fenntartott helyeket nyugodtan tudják használni a fesztivál ideje alatt. A belvárosban összesen 25 mozgáskorlátozott parkoló van. Forgatásunkkor az egyiket 5 perc leforgása alatt ketten szerették volna jogtalanul igénybe venni. Pedig a parkolási tilalmat, illetve hogy a hely mozgáskorlátozottaknak van fenntartva, az aszfaltra festett útburkolati jel és tábla is mutatja. Ilyen jellegű szabálysértést évente átlagosan 500 esetben követnek el a közlekedők. Idén, augusztusig is már több száz alkalommal kellett intézkedni, mondja a szakember. Nem árt tudni, hogyha valaki jogtalanul vesz igénybe a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet, szabálysértést követel és 50 000 forintos helyszíni bírságra számíthat. Feljelentés esetén ez az összeg 100 000 forintos bírságot jelent. Azoktól pedig, akik a mozgáskorlátozottak részére kiadott parkolási igazolványt jogszerűtlenül használják vagy visszaélnek vele, tettenérés esetén a közterület felügyelet munkatársainak kötelesek azt átadni.